Üdvözlöm Önöket! A Bagosi Testvérek koncertje előtt egy órával a zenekar tagjaival beszélgetek. Először a Vajdaságban, van-e bármilyen prekoncepciótok ezzel kapcsolatban? Igazából, mivel még soha nem jártunk itt, már nagyon-nagyon szerettünk volna eljönni ide, és nem tudom, azt reméljük, hogy ilyen óriás nagy hatalmas bulit tudunk majd csapni, és reméljük, hogy nem tudom, elejtől végéig együtt énekeljük a közönséggel a dalainkat. Ugye azt nyilatkoztátok, hogy mindig a maximumot hozzátok ki a koncertjeiteken, teljesen függetlenül a létszámtól. Na most ez azért ahhoz, amihez ti szokva vagytok, attól azért lényegesen kisebb létszám. Milyen energiákat mozgattok meg így órával a koncert előtt, akkor, amikor tudjátok, hogy nem egy őrült nagy tömeg lesz? Egyébként teljesen változó azok a helyzetek, meg a közönség is, és mindig alkalmazkodunk hozzá. Tavaly évben például csak 500 fős koncerteket adtunk, szóval ha úgy tetszik, akkor az elmúlt 100 koncertből fele az kis közönségnek, úgyhogy mondhatni, hogy elég rutinosak vagyunk most ebben a kisebb létszámú közönséges koncertekben is. Tényleg alkalmazkodunk ahhoz, amilyen éppen a közönség és a helyszín. Egyébként van valami bevett szokásotok, valami gyakorlatotok bemelegítésként, vagy ráhangolódásként? Igazából nincsenek meg olyan rutin gyakorlatok, amiket nem tudom, nem nyújtunk-e fél órán keresztül koncert előtt, vagy ilyesmi, de most már egy éve, vagy két éve most már az mondjuk szokás nálunk, hogy berakunk egy kezdődalt még az intro előtt, hogy mi hangolódjunk rá arra a tempóra, a ritmusra, a lüktetése is arra, hogy na most bennünk már a bugi az mozduljon el. Ennyi idő alatt, a 8 év alatt, hát nyilván a pályátok azért elég nyilegyenesen ível felfele, és még gondolom nem áll meg. Hát kitaláltátok, vagy rájöttetek a tuti receptre, tehát hogy milyen jó dalokat írni, vagy hogy kell jó dalokat írni? Szerintem soha nem lehet rájönni ilyen receptekre, igazából csak csinálni kell, ami a csövön kifér, a szívvel, lélekkel, önazonosan, és nem tudom, alapvetően. Én úgy gondolom, hogy mi olyan zenét csinálunk, amilyet mi szeretünk hallgatni, vagy és ez bejött. De nincsenek ilyen kézzelfogható titkok, én azt hiszem. Egyébként vezérhangja van a csapatban, aki aztán mindenki megy utána, vagy mennyire csapat a dalszerzés, vagy zeneszerzés maga? Maga a dalszerzés, az kifejezetten Norvinak a reszortja, hogy ő már annyi dalt írt, hogy innentől fogva ráhárítottuk ezt. Nem is szóltok bele? De természetesen beleszólunk, és vevő is a dalokra, sőt már azt is tudja, hogy körülbelül a szerzemény az vajon fog-e nekünk tetszeni, vagy nem, és akkor általában meg sem mutatja azokat a dalokat, amit szerinte nekünk nem tetszene. Amúgy pedig csapatként dolgozunk, tehát mindenkinek megvan a feladata, de nem egy ilyen stratégiailag kiosztott feladat, hanem valahogy így alakult ki, van, aki egyik dologhoz ért jobban, vagy van kedve hozzá, a másik meg a másikhoz, és így szép lassan összeállt, hogy kinek mi a feladata. Vírus helyzet gondolom belőletek is kivett valamennyit, illetve ha semmi más, akkor legalább lenyugtatott titeket. Mire volt jó nektek ez az egy év, és hogy álltok kondícióban? Igen, tehát azt hiszem, hogy amennyit kivett, annyit adott is, tehát hogyha valóban elvesznek, akkor kapunk is. Az első periódusban az a kis pihenés, amit a 2-3 és fél hónap, amit kaptunk, az talán még jól is jött, mert nagyon pörgős 7 év volt mögöttünk, és pont jó volt arra, hogy egy kicsit szusszanjunk. Arra is jó volt, hogy megírjuk az utolsó lemezünknek a felét kövel, mert akkor íródott, és utána meg nem volt nagyon megállás számunkra. Koncerteztünk nyáron egész végig az 500 fő alatti létszámokkal, aztán meg ősztől neki fogtunk stúdiózni, videóklipeket készíteni, egy élő koncertet felvenni, ami nagyon izgalmas projekt volt számunkra, úgyhogy igazából csak az utolsó pár hónapot éltük meg, úgyhogy na most már nagyon muszáj lenne valamit csinálni, mert nem férünk a bőrünkbe, de hál' Istennek még mielőtt megbolondultunk volna, azelőtt azért bele lehetett csapni a húrok közé. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és köszönöm szépen a beszélgetést. A Híradó Plusz Húsnyák Andrea tudósította.